Sziasztok! Ebben a videóban szeretném megmutatni, hogy egy hálózati eszközről hogyan tudjuk elmenteni a konfigurációt egy távoli szerverre. Ez elég gyakran előfordul az érettségi feladatsorokban, valamint hasznos is a mindennapi munkavégzés során. És ha már ott vagyunk, megnézzük azt is, hogy TFTP szerverről, és egy távoli szerverről, hogyan tudunk letölteni egy újabb vagy egy másabb imidzset a hálózati eszközünkre. Ezt a témát már valamilyen szinten érintettem, amikor a hálózati eszköz Cisco forgalomirányító indulási folyamatát mutattam be. Akkor is, hogyha nincs rendszer a hálózati eszközödön, akkor nem tud bebootolni, és egy ilyen csökkentett mód, egy ilyen hibaelhárító mód, vagyis a rommon módba fogunk belépni, és ott mutattam meg, hogy hogyan kell felparaméterezni a változókat, és utána egy TFTP-ről hogyan tudjuk így ilyen vészhelyzet esetén lehúzni az imidzset, és arról bebootolni a rendszert. Ez most arról fog szólni, hogy hogyan tudunk úgymond inkább frissíteni, tehát egy jól működő rendszerre letölteni egy imidzset, majd azt úgymond aktívvá tenni. Tehát, hogy arról bootoljon következő induláskor. Nézzük, mi is kell ehhez. Nyilván szükségünk van egy szerverre. Én ennek már megadtam 192.168.1.200-as IP címet, és ezen a szerveren lennie kell egy TFTP kiszolgálónak. Be is van kapcsolva. Itt vannak, hogy milyen fájlok érhetők el a TFTP szerveren. Ide még nem sokára visszatérünk. Szükség van nyilván egy hálózati eszközre. Most, hogy a legegyszerűbb legyen, nem bonyolítottam forgalomirányítókkal, különböző hálózatokkal. Egy kapcsolót tettem ide, és ennek fogjuk a konfigurációját ide másolni. Neki is be kell állítani egy IP címet. És ez a gép ide igazából nem is kell, de hogy valamilyen szinten reális legyen ez a kis hálózatunk, ide tettem, de nem fogjuk használni, a 100-as IP-t kapta. Switchnek, hogy IP címet adjunk, a virtuális LAN-t kell ugye beállítanunk, virtuális LAN 1-nek kell beállítanunk IP címet, azt CLI módban tudjuk. Ezt azért mutatom meg, hogy ugye ezt nem tudjuk a kattingatós felületen igazából, ez csak is parancsok segítségével. Belépve privilegizált módba, onnan globális konfigurációs módba, majd a VLAN 1-es interfészt fogom konfigurálni, és itt a szokásos IP address parancsal megadom az IP címet és alhálózati maszkot. 192.168.1.150, az alhálózati maszk ugye per 24-es, 255.255.255.0. Ütök egy Enter-t, ezzel beállítottam, és a No Shutdown parancsal úgymond be is kapcsolom ezt az interfészt. Megjelentek az üzenetek, ha rátolom az egeret, innentől kezdve látszik itt alul, csak nem tudok olyan gyorsan oda mutatni, hogy up lett a VLAN 1-esem, és az IP címe is be van állítva. Ez elengedhetetlen. Ugye egy routernél, egy forgalomirányítónál ez egyszerű, mert annak alapból van IP címe az interfészein, jó esetben. Itt a switchnek nincs. De kell egy ilyen adminisztrációs IP cím, hogy akár SSH-val, telnettel tudjunk hozzá csatlakozni, vagy ugye ha ő akar ilyen IP szolgáltatásokat, mint például TFTP-szerverhez csatlakozni, akkor szükség van neki is egy IP címre. Na, ezt túl is ragoztam, nézzük meg, hogy mi van itt ezen a szerveren. Itt a TFTP. Nem FTP szerver, vagy van FTP szerverünk is, az is be van kapcsolva, de mi TFTP-t fogunk használni. De mi is a különbség a kettő között? Az egyik ugye az FTP, File Transfer Protocol, tehát File Átviteli Protokoll, a másik TFTP, az pedig Trivial, tehát triviális fájlátviteli protokoll. Ez már mondja is, vagy mutatja, hogy egy sokkal egyszerűbb protokollról van szó. Mi is a különbségek úgy nagyjából.
míg az FTP, TCP szállítási protokollt használ, addig a TFTP UDP-t. Ez azt jelenti, hogy ő a legjobb szándék szerint kiküldi, és akkor hát vagy célba ér, vagy nem bizonyosodik meg arról, hogy ő valóban célba ért. Míg a TFTP-nél, vagy az FTP-nél ugye mindig van egy nyugta a TCP miatt. Ezáltal lassabb, egy nagyon-nagyon-nagyon picit, de biztonságosabb. Tehát azt fog odaérni, aminek kell. Tehát ebből is adódik, hogy az FTP az jóval összetettebb, mint a TFTP. Az FTP-nél úgymond sok FTP utasításunk van, míg a TFTP-nél csak 5. Ezek az FTP utasítások olyanok, hogy listázzuk ki a könyvtárat, akkor töltsünk fel egy állományt, töltsünk le egy állományt, és a többi. Az FTP-nél be kell jelentkeznünk, szükség van autentikációra, ha más nem, akkor anonimus autentikációra, anonimus felhasználói névre és nulla jelszóra. TFTP-nél nincs ilyen. És ugye az FTP kettő portot használ, a 20-ast és a 21-est, az egyiken mennek ezek a kapcsolat ápolási utasítások, tehát a parancsok, és a másikon pedig az adatok. TFTP csak egyetlen egy portot, a 69-est használja. És TFTP-t elsősorban arra használjuk, hogy hálózati eszközöket konfiguráljunk, vagy ugye nem is csak hálózati eszközöket, hanem tehát imidzseket töltsünk fel különböző eszközökre, mint például mobiltelefon, vagy akár egy beltéri egység, és a többi. És azért is a TFTP-re esett a választás, mert egyszerűbb, könnyebb implementálni, nincs túlterhelve felesleges dolgokkal. Ami a TFTP-ben benne van, az általában kell is egy ilyen frissítéshez, de az FTP az meg túl bonyolult lenne. Sokkal nagyobb lenne a mérete, és memóriaigényesebb, erőforrásigényesebb is lenne. És még ugye a sima FTP-t pedig hát felhasználók használják fájlok másolására, bár ugye veszített a népszerűségéből manapság, de még azért most is használjuk. Vannak, akik nem feltétlenül egy jó gyakorlat ez, de FTP-n keresztül érik el a webkiszolgálójukat, és ugye oda pakolgatják fel, bár ugye lehet az FTP-t biztonságosra is csinálni, tehát lehet az biztonságos is. De ugye régen, még a kis érdekesség, hogy a torrent és ezek előtt ugye az FTP szerverek voltak, előfizettél, mit tudom én, havi 2000 forintot, kaptál egy IP címet, FTP-be rácsatlakozhattál, és töltetted le a mannát. Nyilván ez hát illegális volt, vagy hát ugye, ha úgy nézzük, annyira nem, mert te csak letöltöttél, felfele nem, de ugye kétes dolog volt ez. Nem egy ilyen FTP szervert lekapcsoltak, és nem egy ember gazdagodott meg belőle. Mi, mikor ilyen 90-es évek végén, akkor élte ez virágkorát, 2000-es évek legelején, akkor ment ez. Utána nyilván a torrent, vagy előtte mi ugye az IRC-n, a direct download csomagok, azok átvették a szerepét. Ma már a torrent teljesen, de az FTP még mindig megmaradt egy hasznos és jó protokollnak. Na, ilyen hosszú felvezető után nézzük is, hogy erre a TFTP-re hogyan tudunk felmásolni egy konfig állományt. Ehhez itt beállítottam az IP címet. Legyen látványosabb, beállítok egy host nevet is ennek az eszköznek, switchről. Hát legyen ez, hogy TF switch. Csak hogy változzon meg. És elmentem, copy, run, start parancssal elmentem ezt a konfigurációt, a futó konfigurációt, az indító konfigurációba. Elnézést, rossz helyen adtam ki a parancsot. Exit-tel ugye ki kell lépni ide privilegizált módba, és copy, run, start-tal. Ha itt egy Enter-t ütök, akkor ugye a kapcsolat szögletei zárójelek között ő azt írja startup config. Ha Enter-t ütök, akkor elfogadom ezt az alapértelmezést. Tehát ezért nem írok be ilyenkor semmit. Igen, menj de a startup config néven. És innentől kezdve, ha én újraindítanám ezt az eszközömet,
akkor mivel van startup konfigja, betöltené az IP címet, beállítaná, valamint a host nevet is betöltené. Ez azért lesz fontos, azért mentettem el, mert fogok majd firmware-t, image-et frissíteni, és akkor újra kell ahhoz indítani, az új image-et fogjuk elindítani, és hogy legyen itt már valami beállítás. Na, mentsük el ezt a konfigot, a futó konfigurációt, például erre a szerverre. Szokott ilyen feladat lenni. Mivel tudunk menteni? Hát a mentés az mindig ugye valamilyen másolási művelet, tehát a copy parancsot fogjuk használni. És akkor itt, hogyha ütünk egy kérdőjelet, láthatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Az első, a copy parancs első paramétere az, hogy honnan, vagyis hogy mit másolok. A második paramétere lesz az, hogy hova másolom. És itt fel van sorolva, hogy mit tudok másolni. Tudok másolni futókonfigurációt, indító konfigurációt, tudok TFTP-ről másolni, FTP-ről, vagy a flash memóriáról is tudok másolni. Én most ezt a running konfigot akarom másolni. Utána jön, hogy hova akarom másolni. Mivel running konfigot másolok, ezért látszik, hogy már nincs is ott, meg hát ugye alapból, ami futó, tehát oda nem másolgatunk, ezt én egy TFTP-re akarom másolni. Tehát meg kell adnom copy, mit akarok másolni, és hova. TFTP. Most még nem adtam meg semmi konkrét IP-t, csak az, hogy én majd TFTP-re szeretném felmásolni ezt a konfigurációs állományt. És most kérdezi, ha Enter-t ütök, megkérdezi a TFTP kiszolgálónak a nevét, vagy az IP címét. IP címet adok meg, 192.168.1.200. Ugye ez ennek a szervernek az IP címe. Entert ütök rá. Megkérdezi, hogy mi legyen a file-nak a neve. Destination file name, tehát mi legyen. Ugye itt ez a switchemnek a host neve, és itt van egy config, tehát ugye ez egy config. Ez egyébként egy tökéletes név, de hogyha érettségi feladat, vagy bármilyen feladat megmondja, hogy mi legyen a neve, akkor olyan néven kell, akkor ide be kell írni. Tehát, hogy svconf, akkor ez switch config. De ugye nyilván ez sokkal érthetőbb, mert ez megmondja, hogy melyik switchnek a konfigja. Tehát én ezt most elfogadom, de ide be lehet írni tetszőlegesen bármilyen nevet. Ütök egy entert, hoppá, writing, running config, írja ezt a running configot, kicsit megijedtem, mert elkezdett itt ugye pöttyöket írkálni, de sikerült neki. Hogyha elsőre nem sikerül, meg kell próbálni másodjára is, mert ugye a ping parancsunk sem fut le, az első echo csomag nem ér célba, amíg itt a megcímeket, tehát az ARP, RARP kérések le nem futnak, fel nem épülnek az adatbázisok, hogy ki merre, hol van, addig lehetnek ilyenek. Ha most ezt még egyszer lefuttatom, látod, hogy ez 3 másodperc, ez rengeteg idő. Ezt még egyszer lefuttatom, akkor... Bocsánat, 200. Hát, akkor zsarok már egy másik nevet, hogy ne. Így már fel is írta, és ugye mert most már az adatbázis felépült, most már elérte a hostot, a szervert, és akkor ilyen 1000 másodperc alatt át is írta. Nézzük meg, ide kattintok, kilistázom itt a TFTP-re, ide jövök, hopp, és itt is van mind a kettő konfigurációm. Tehát valóban ez működik. Következő, mi van akkor, hogyha én beadom például a operációs rendszerét, tehát az iOS-ét. Dirrel ki tudom listázni a flash memóriámnak a tartalmát. Jelenleg van itt egy config text, és itt van, ezt az image-et használjuk jelenleg. Ez egy ilyen hivatalos, most inkább ennyit mondok, ez egy ilyen hivatalos elnevezés, C2960 jelöli az eszközt, LAN-based, ez a feature-öket, tehát hogy az adott image mire képes. Ebből több fajta is van. Itt
mint a TFTP, és itt láthatod, hogy azért van három fajtája is ennek. IP-Base K9MZ, Advö IP Services K9MZ, és a többi. Ezek azt jelentik, hogy mire is képes a szoftver. Tehát az IP-Base az az alap IP szolgáltatások. Advö IP Services az Advanced, tehát a haladó, akár ugye lehet egy kapcsolónál pont nem, de VoIP és haladó szolgáltatások. A K9 azt jelzi a végén, mert van simán, például itt a C1841-nél IP-Base, meg IP-Base K9. A K9 az azt jelenti, hogy van, alkalmaz titkosítást, encryptiont. Ez azért fontos, két fajtája van, hogy titkosítással, meg úgymond titkosítás nélkülivel. Ugye ez a Cisco, ez egy amerikai cég, és akkor hát az eszközeit mindenhol használják a világon, és a titkosításra pedig mindenhol másfajta törvényi előírások vonatkoznak. Például van, ahol nem lehet, lehet ez talán az USA is, hogy talán nem exportálhat ki olyan titkosító algoritmussal rendelkező eszközöket, amelyek ők nem tudnak feltörni. Ez lehet, hogy ilyen Conteo szagú, de ilyesmi áll a háttérben, hogy ezeket a jogi, a titkosítással kapcsolatos jogi szabályozásoknak megfeleljenek. Tehát és akkor ezért van neki olyan image, ami titkosít rendesen, becsületesen, meg van olyan, amelyik nem. Például, tehát nem titkosítunk. Tehát a K9 ez a titkosításra vonatkozik. Na, másoljunk is ide fel magunknak egy image-et. Tehát itt van ez a LAN base, hogy nem kellett volna bezárni, mert innen fogok puskázni file neveket, és akkor mit akarok? Másolni. Copy parancs. Honnan akarok másolni? A TFTP kiszolgálóról. TFTP. Hova akarok másolni? Hát ide, a flash meghajtómra. Ütök egy entert, és megmondja, hogy na, honnan akarok másolni. Meg kell adnom a TFTP-nek az IP címét. 192.168.1.200. Mi a file név, amit ide akarok másolni, vagy amit innen a flash-emre, flash meghajtómra. Hát legyen, hát legyen ez az advanced, tehát hogy legyen, ugye itt most LAN base van, és akkor, de nem is ez kell nekem, elnézés, hisz ez egy 2960-as, ez pedig egy katalisztnak, itt kell nézni, jó. Itt van LAN base K9. Legyen ez a LAN base K9. LAN base K9. Bocsánat, hogy hát kell az elején is, hogy C2960, tehát teljes nevet kell írni. LAN base K9 kötőjel MZ. Az MZ az azt jelenti, hogy M, hogy ez az image a memóriába, a RAM-ba fut, a Z pedig, hogy zippel van tömörítve. 105.50 kötőjel 2, ezek pedig verziószámok. B. És milyen néven mentsük el ide? Hát ugyanilyen néven. Hopp, át is másolta. Szépen. Ha most kiadom a dir parancsot, akkor most már látszik, hogy 2 darab állományunk van, itt van a LAN base K9 is. Én egyszerűen törlöm ezt a flashről a C, hát ez nem egészíti ki, LAN base kötőjel MZ.122 kötőjel 25 fx.bint. Biztos, hogy törlöm? Biztos. Nagyon biztos? Nagyon biztos. És letöröltük. És csináljunk egy újraindítást a reload-dal. És akkor itt
töltődik is be, Landbase K9MZ, mivel ez az egyetlen egy image volt már a gépem. És itt hol adtam ki? Itt legfelül reloadot, és szépen betöltődött, és itt van az a rendszer töltődött be, amit én ide felmásoltam. Ugye a neve megmaradt a gépemnek ugyanaz. Látszik is, hogy újra is indult, mert ugye a feszítőfa protokollal próbálná keresni ugye a hurkokat. Ugye ezt itt, hol is van, itt van, be lehet gyorsítani, hogyha az ilyesmit nagyon unjuk. És ugye meg megmaradt a beállítás, minden, mert elmentettem. És lehet, be van frissítve úgymond a rendszer, tehát egy másik iOS-t, másik image-et töltött be induláskor. Jó? Tehát így kell TFTP-re konfigurációt másolni, és TFTP-ről konfigurációt, vagy akár más állományokat bemásolni. Nézzük meg, hogy működik ez a visszakonfiguráció. Tehát, hogyha én itt most a host name, csak persze nem működik, enable, conf t, host name, alma nevet adok neki, és visszatöltöm. Copy. TFTP-ről. Csak megint rossz helyen vagyok. Copy. TFTP-ről. TFTP. Hova? Menjen akkora. Hát legyen a startup, mert ugye azt fogok. TFTP-ről a startup konfigból másolok valamit. 192.168.1.200. Mi is az állományunknak a neve? TFSV kötőjel conf. TFSV kötőjel conf. Hova? Startupba. Megpróbál hozzáférni. És sikerült, ugye újraindítás után nullázódtak a táblák, azért volt ilyen lassú. Reloadot megint nem módosítom, ugye? És nem mentettem el szándékosan, mert a startup konfigot most elvileg be fogja nekem tölteni. Tehát ezt akartam megmutatni, hogy átírtam a host nevet, most elindítottam a vagyis letöltöttem a korábban elmentett startup konfigot, újraindítottam, most elvileg azt a korábban mentettet töltötte be, és itt is van, tehát meg visszaváltozott a neve. Tehát így tudjuk a backupból visszaállítani. Visszamásolod, újraindítod, és akkor az új eszközödet, vagy az új konfigurációval fog már majd elindulni. Jó. Ezt azért gyakoroljátok, nézzétek meg, ez egy ilyen két pontot érő kis feladat, érettségi nem szokták túl bonyolítani, de tudni kell, hogy IP címet kell adni az eszköznek, a szervernek is kell, hogy legyen IP címe, és a copy parancsal kell, copy valami TFTP, vagy copy TFTP valami, mit honnan akarsz, mit hova akarsz másolni. Jó? Gyakoroljatok sokat, sziasztok!